Egy parkolóban a pécsi belvárosban szólította le áldozatát az a csaló, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. Kifogyott az autójából a benzin, ezért szeretne kölcsönkérni 10 000 forintot. Ezzel ment oda a 71 éves férfihez ez év áprilisában, ismertette az esetet az ügyészség szóvivője. Személyes adatait is megadta, hogy elnyerje az áldozat bizalmát, de ebben is hazudott. A sértett azonban hitt neki. A csaló pedig azt látta, hogy van még pénz a férfi tárcájában, amit meg lehetne szerezni. Ezért azt mondta ezt követően, hogy az unokája közelmúltban meghalt, és a temetésre további pénzre lenne szüksége. Megállapodtak, hogy 60 000 forint kölcsönt fog adni neki a sértett, és ezt a későbbiekben visszafizeti részére. Ezt követően a sértett a gépkocsijába beült, és elindult egy baranyai városba, ahol lakott. Menet közben azonban a vádot ismételten felhívta, ugyanis látta azt, hogy itt még további pénzt tud tőle kicsalni. Harmadszor azzal a mesével állt elő, hogy 10 milliós hitelt kap, de kellene az ügyvédi díjra 60 000 forint. Az áldozat ekkor is hitt neki, visszafordult, és újabb 60 000-et adott át, amikor találkoztak. Megállapodtak, hogy telefonon hívja a kölcsön visszafizetésével kapcsolatban a csaló. Másnap csörgött is a készülék, azonban újabb összegeket akart kérni a férfi. Ekkor fogott gyanút a sértett, és értesítette a rendőrséget, akik várták a megbeszélt helyen, és letartóztatták. A 75-ös születésű elkövető éppen előtte kapott felfüggesztett büntetést, szintén csalás miatt. Akkor szexárdon tévesztett meg egy idős nőt. Ott az volt úgymond az ürügy, hogy a feleségének amputálták a lábát, először az egyik lábát, majd a másikat, később meg is halt a feleség, és összesen ott mintegy 5 millió forintot sikerült a sértettől kicsalnia. Alapesetben 2 év börtönbüntetésre számíthatna a kis vejkei illetőségű csaló, de a felfüggesztett büntetést is figyelembe veszik, ezért letöltendő börtönbüntetést kér a vádhatóság a férfira.